Tisztesség, illetesség, figyelmüket erre vessék, igyanak és egyenek, vásárfiát vegyenek, kaphatóit mindenféle, ismerkedjenek meg véle, osztozzanak meg a fincsen, amit nincs, máshol sincsen. Ez a piac ideál, a király is ide jár. Boldog békei a cipkém, ki tudnád jobban, mint én. Egy a széle, egy a hossza, ki nem veszi, ne fogtassa. Két és fél karcára túró, egy hibája van, hogy túl jó. Vegyék, vigyék, fél ezüst, 10 tojás ára, a pár csipkét mellé adom. Meg is lesz az ebéd mára. Tessék, tessék, miért hosszasség? Ez itt egy szép babaház. Ez szerintem pont én vagyok, aki éppen magyaráz. Ha nem rád, akkor kérnék, hogy én adja, kedves néném? Pont rád illik. Gyere lányok, odaadom, feleállom. Ez a két kis vadászkutya nyomatáron eladó. Siessen, mert felkésik, elviszi az evadó. Kajmazsén, bérgelni, sok szép húri csizma a kezdeladás. Most megvételre itt ma. Belsej a sejem, a bőre, mint az álom. Benne járni öröm, ezt én garantálom. Nem szabad el megvárni, itt a barack lekvár. Friss sütés a melegkenyér. Jöjjön, jöjjön, ne szégyeljen, nagyra nőjön, Harci kedve, megmérkőzhet, itt a medve. Aki veszít, majd búsan néz, a győztesért csupor méz. Lőkő, itt a párja, behőjét ma megtalálom, az a lányos a párja, férjhez meg még a nyáron. Vegyék, vigyék, színo, kelme, bársony, protti, duplékor, a szövetek fejedelme, a virály is ilyen hal. Mutat, mutat, ki a színe, ki ide, ki oda. Itt érkezik a királyunk, a felséges Pipogya. Élj a király élet! Fele van gondokkal, problémákkal és mindenféle bajokkal. Minden az én vállamat nyomja, mindenben nekem kell döntenem. Pedig a szegény alapvalóim tudnák, hogy próbálok dönteni. Na, na. Nem mellesleg még az is az én feladatom, hogy tiszteletteljes nejem megkérdőjelezhetetlen születésnapjára fenséges lábaimat koptassam ajándék után. Na. Ja, nem mellesleg még itt van ez a háború Harclandiával. Ha már régen túl lennénk rajta, hogyha kiadom a parancsot a támadásra. Hát jó, hát kiadom. Na de hát mi van, ha ők erősebbek és legyőznek bennünket? Hát akkor végül a királyságnak. Hát vállalhatok én ekkora kockázatot, gyerekek? Ha, ugye, hogy nem? Hát persze. Vállalhatok én ekkora kockázatot, kedves jó üre, udvari bolondom kellek, kutya, ugye, hogy nem? Kedves jó királyom! Mondja, drága! Ne félj, komám! Itt vagyok én! Majd segítek te neked! Nem hagyom, hogy Harclandiak forolják ki feneked! Ne feledd, hogy furfang ötlet! Ez mind-mind a sajátom! Míg engem látsz, nem lesz, Bibi! Nyugodj hát meg, barátom! Jaj, hát ha még ez a háború volna, azt még valahogy megoldanám! De hát itt van ez a bugi! Ki a bogi? Hát az egyetlen egy kislányom, olyan válogatós a szentem, mint az édesanyja, aki most éppen Roger? Vagy Roger? Ja, várjál, hát felírta nekem itt erre a címlára. Azt mondja, hogy Roggen Krautzenfeldben. Várjál, bocsánat. Pullandor Filbersteinberg Würzburgban? Jaj, most már ezt végképp nem értem, pedig ezt is felírta. Hát szóval, vaddisznó legyek a királyi hajtóvadászaton, ha van ilyen nevű fürdőhely. Szóval, ott valahol a kettő közül gyógyítatja a hátizsáváját. Apropó, hátizsába, hát az nem olyan jó, de ezt legalább ki lehet ejteni. Na szóval, olyan válogatósak, csak az egyiknek a legnagyobb sajnálatomra már van férje. Én. A másik viszont hajladott, és ezen az állapotán nem hajlandó változtatni. Felség,
fel ne rott bűnömül, hogy tanácsal járok elébe, és meg nem állít váradnál az árok. Javaslom, míg országlásod az Isten megáldja, írd ki pályázatot, melynek bogi legyen a tárgya. No de... Semmi no de. Semmi no de. Legyen benne feltétel is. Három. Nehogy már könnyen kimondják, hogy bogi a párom. Kis szorítás. Aki viszont megbukik a vizsgán, szörnyű módon megbűnhődik. A feje nyissz! Lám, ilyen könnyű a megoldás megtalálni erre. Aki pedig fejét veszti, nos az menjen perre. Ezen már túl vagyunk szolgálni. Nem akar ez a lány választani semmi körülmények között. Itt már csak a csoda segített, az pedig nincs csak a mesében. Jaj, hát te hiszem ez itt egy mese? Hát ez egy mese. Akkor nincs mit tenni, mit várni. Ezért, feszik, én azért mozgósítanám a részét elaknak, hol varázslóid, akik ezért fizetést is kapnak. Szorgoskodjon kotyvalék, ki nagymestere annak, hogy a lombikok üvegcsik varázslatra vannak. Csiribá a tündérbanya, forgassa a pálcát azért, hogy szép bogilányod megtalálja párját. Mielőtt belebonyolódnék a következő döntési helyzetbe, még a hideg is kirász, ha belegondolok, legyünk túl az ajándékon. Te mit szólnál hozzá, kedves királyné feleségem, örülne egy pár aranysarkantyúnak? Jó. Talán egy bajuszkötőnek? Jó, nem. Na, egy szakálvágónak? Na, nem egy újra gondoltam, csak egy alig használt. Hát tudod, milyen üres a kincstáram, lehet itt ilyesmit kapni? Inkább bogi lányod legyen most az első. Jó. És hogy a két varázsló minél hamarabb legyen belső. Most inkább a lányod fontos, és hogy a két plusz alak bogi ügyben megoldásra jussanak. Remek, kedvemmel való tanár. Nem kell döntenem, csak parancsolnom. Megyek, személyesen intézkedem. Te pedig várj meg így, vagy várj meg máshol. Lényeg az, hogy nem mozdulj innen. Ne. Csak hogy elme. Most végre nem kell rímekben beszélnem. Tudjátok ti, milyen fárasztó állás ez az enyém? És hogy mennyi ész kell ahhoz, hogy az ember bolondnak higgyék? Barátom! Kinek az országa? Tisztelettel köszöntelek, jóra való ember. Az ország út hozott ide, vagy netán a tenger? Tenger. Hol van itt tenger? Hát nem látod? Az én időm azt tenger sok, ha rátok pazarolom, pedig benne üzletet sem látok. Hű, de csavaros az észjárásod. Nem tudom követni. Ki vagy te? Nézd csak rám. Az öltözékem nem koldusok rongya. Én vagyok Pipogya királyunk udvari bolondja. Tényleg az vagy, bolond. Bolond lyukból, bolond szél fúj. Zagyba a beszédet, henetlen nyikorog az eszed kerete. Ó, barátom, a bolondság hivatalom nékem, te pedig len így születtél, ahogyan elnézem. Ne haragudjál, kedves ötöti! Hosszú utat tettünk meg idáig, lám a jó modorunkat is elkoptatták az országút göröngyei. Hanem ha már így összehozott minket a kegyes sors, elmondhatnád nekünk, hogy merre vetett minket a szerencsénk. Előbb talán elmondhatnád, nem kell megüzenned. Ha már így összefutottunk, kit tiszteljek? Benned! Hibára halmozunk. Van szerencsém bemutatkozni. Én Szérű Jankó vagyok, vándorlegény és világutazó. Ő pedig itt kenyeres, cimborám és hűséges pajtásom, Dudori. Akkor nem ismételném a kérdésemet. A világ mely tájára vezetett minket az utunk? Ez az ország, a mi hazánk boldog békeföldje. Pipogya a királya, és ragyog minden hölgye. Közöttük is a legelső királyunk lánya, bogi a mi büszkeségünk, férfi szívek vágya. Nagyon felkeltetted a kíváncsiságomat, hát hol lehet őt megismerni?
Nem hiszem, hogy érdekelni őt becses személyed. Mi a léha élet helyett a könyvekben mélyed. De ha mégis nagy a vágyad rá, pillantást vetned, gyere ide ma délután, ha oly nagy a kedved. Te nem oly bonyolult, mint elmondtam néked. Délután majd meglátjuk, hogy mit tehetek érte. Olyan észlede? Mit szolgál? Hát nem egyszerű vándorlegények vagyunk, hanem Haszlandia királyának, a rettenthetetlen államférfinak és hadvezérnek, a nagy Bonfort Leopoldnak a fia. Vagy te? Valamint fékezhetetlenül lebírhatatlan védelmezője, a nagy formátum elengedhetetlen. Nem fégyed maga, Dudori pajtás! Ahhoz túl sok a rozsda rajtad, és különben is miért vett volna észre bármit is? Hiszen jól őrizzük a titkot, hogy a célunk boldog béke haderejének kifülkészése és a haditkok megszerzése. Jó, hogy ez a bolond az utunkba akad, itt talán közelebb kerülhetünk a királyi kastélyhoz. Hát veszélyes ez a küldetés. Lelekleznek minket, nem lesz kegyelem. Hogyha félsz, Dudori, akár haza is mehetsz. Inkább a halál, mint felséges király a pár faragja. Én is így gondoltam. Két idegen játszottam, mint akkor szoktunk, amikor kifutunk az egyszerű alattvalókhoz, így nem tudhatják meg, hogy a királylánya vagyok. Kezdjük a vegyülést, Dudori. Van szerencsém bemutatkozni, ifjú hölgyek. Szérű Jankó vagyok, vándorlegény és világutazó, ő pedig itt jó barátom, az egyszerűség kedvéért, Dudori. A nevem... A nevem... Egyszerű cselédlány vagyok, én kérem. Megkérdőjelezhetetlen tiszteletem, kedve. Egyszerű cselédlány vagyok, én kérem. Szép a nevem. Jó hosszú. Én is egyszerű cselédlány vagyok. Tehát testvéreket van szerencsén? Igen, a nővéremmel éppen erre jártunk. Kökény a szemed, rózsa az ajkad, tulipán a vállad. Épp nekem való vagy szentem. Miért? Uraságottam virágkertész? Jól felvágták a nyelvedet, galambom. Nem bejártosak vagytok el királyi udvarban? Már miért lennénk? Nem is jártatok még ott? Hát éppen járni jártunk, de nem vagyunk bejáratosak. Oda csak úri kisasszonyok járnak. Ismertek ott valakit? Nem ismerünk mi ott senkit, kérem. No, megfogtad a Isten lábát, Tubicám. Hogyha akarod, én bemutatlak a királylányának. Na erre kíváncsi vagyok. Akkor gyere vissza délután. Rendben, de most el kell mennünk. Aztán merre csapjatok minket? Az apám mindig azt mondta, hogy lehet, hogy amire most csak gondolsz, már meg is történt vele. Vajon észrevett? Mit? Nem azok vagyunk, akiknek kiadjuk magunk. Ne aggodalmas, hogy folyton, Dudori. Jól csináljuk mi a dolgunkat. Hanem az a fehér személy egészen lelőtt volt. A másik sem volt borecet. Ez így igaz. De most, hogy adtunk a lelki örömöknek, adjunk a testi örömöknek is. Jó. Mert hogy megéheztem. Irány a fogadó. Megértetted a parancsom, potyva elépmester? Meg felséges királyom! Változzon hattyúvá a lányod! Nos, ez megoldható, ha a bőrös pozdorját keverünk gondérban fortyogó teknős békához, majd kígyóvarkalében áztatjuk 70 napig, aztán... Aztán... Picagy vászegy mindenféle butaságot. Miféle hattyú? Hát uram királyom, hát ez varázsló, hát nem érte semmihez. Hát összekeveri a szanitéc pacát a gördeszka zsírral, mert hogy múltkor is mi történt, felség? Kalajos tetrincét darált a mezei undorkába, és még most is kacagok rajta. A fővadás segédjének nem, hogy nem múlt el a fejfájásba, de fülenőtt a homlokán. Azóta is a titkos rendőrséged lehallgató részlegénél dolgozik, mint főfürkész, mert már több füle van neki, mint foga. Igen, de csak hallgass, Siribá, de nagyra vagy a varázstudományoddal.
miközben fogalmat sincs arról, hogy a förhenyes picánk feldúsítva ilyen tubákos hencserrel olyan elegyet képez, de olyan elegyet képez, amit ha megiszol, ha megiszol, ha megissza, akkor... Ha megissza, akkor... Megírja helyette a számtan leckét! Jaj, na elég legyen nekem ebből most már. Mit mondtam én neked az imént, hogy valik? Szó szerint fogom idézni, felség. Azt mondta, hogy... Mit mondtam én neked az előbb, hogy valik? Ezt mondta, felség. Szó szerint ezt mondtam. Nem erre gondoltam, hanem azt mondtam, hogy mit mondtam én neked az imént, hogy valik a felséges lányommal kapcsolatban? Azt mondta a felséges lányommal kapcsolatban, azt mondta, hogy... igen, na. Ilyen felség, azt mondta a felség, hogy azt mondta felség, hogy... Nem tudom, felség. Hát erről beszélek én, felséges királyom. Hát nem tiszta már neki az ép elméje. Hát elmentek otthonról. Kik mentek el otthonról? Hát, az most nem fontos. Ami fontos, munkálkodjatok azon, hogy Bogi lányom kedvel kapjon a házassághoz. Kaptok rá fél órát. Ha addig nem haladtok valamilyen eredményt, nem értek el, akkor nektek nyisz. Igen. Igyekezni fogunk, felség. El is várom a ti érdeketekben. Délután az ünnepségen komoly bejelentést szeretnék tenni. Na hát munkára föl. Különben nyisz. Igen. Csidibá. Csidibá. Mi az, hogy nyisz? Levágja a fejüket. Azt jelenti? Hát ez nem jó. Hát akkor nem fogok tudni pipázni. Hát éppen ezért. Itt az ideje, hogy minél előbb összeszedjük magunkat, és kitaláljuk valamit, amitől Bogi király kisasszony kedvet kap a férjhez menéshez. Amíg a fejünk a helyén. Addig. Hát, ha így áll a dolog, akkor én azt javasolom, hogy vegyünk némi tubákos hencsert, és adjunk hozzá egy kis őrölt rihonyát, valamint karikára szeretel üstökös föveit, ezt mindig beválik. Beválik hasmenés ellen, de nem növeli a házassági kedvet. Én inkább arra gondoltam, hogy vegyünk egy kis morzsolt csutorás szendét fokhagymás lápóival, esetleg habókos gülűvel. Szerencsétlen sarlatán, hát azt akarod, hogy a királylánya egész életében hátrafelé beszéljen, miközben előrefele megy? Mi? Sarlatán? Én? Te, pancser, méregkeverő? Te megélhetési csaló, te! Te beszélsz így? Aki csak azért lehetsz az udvarnál, mert az apád Merlinnek, a nagy varázslónak egyenes ági leszármazottja? Ki az az egyenes ági? Na. Itt lakik a palotában? Én még nem találkoztam vele. Ez érdekes. Ajca, pálca, varázspálca. Kell-e miniszteri tárca? Itt is legyek, aztán meg ott. Varázsold el kocsvalékot. Himbi-limbi, pucs! Ne tud kiejteni az R hangot. Nem sikerült, nem sikerült. Tessék. Lép a letek, mogyoló. Na. El. Korán reggel, litkán, likkant a ligó. Mégis csak sikerült, Csilibá, de megbánod te ezt még? Nekem nincsen varázsigém, helyettem a tetteim beszél. Ez most mire volt jó? Érzem. Összegyűjtötted a gyönyörű ruhámat. És ráadásul nem is történt. Azt hiszed? Mostantól kétféle ember lakozik benned. Az egyik mindig igazat mond, a másik mindig hazudik. Ha valaki meghajol a környezetedben, így előjön a másik éned. Ha eddig igazat mondtál, hazudni fogsz, ha hazudtál, igazat kezdesz mondani.
tegyünk egy próbát! Tessék! Ó, drága kocsvalékmester, a te nagy tudásodat, melyet neves őseid alapoztak meg, nem éri utol senki. Te vagy a legnagyobb, a leghatalmasabb, a legutálatosabb ember, akit valaha a föld a hátá hordott. De rusnya képű törpe! De a törpe az nem igaz? Te kozradék, te mocsadék, te pokolbugyrának legalja, te minden idő legártatlanabb. Az emberiség jó tevéje. A szférák hat... Jó, elég, mert még a fejembe száll. Tudd meg, Csilibá, hogy nincs olyan varázsigém, se olvosságom, se ellenszelem, ami megszüntetné. Annyit tudok csinálni, hogy felfüggesztem addig, amíg valaki egy meghajlással újból be nem indítja a környezetedben. Ezt persze csak azért teszem, mert a királyi problémán együtt kell munkálkodnunk. Nekem viszont van egy jó szére, mert racsolása sajnos nincs varázsszer. Két napig kell így beszélned. Egyetlen jót tehetek. Megváltoztathatom a hangot. Az erre helyett akarod inkább a C-t? Szilmosz visz a haj, hová lett, vagy nem köszönöm, maradjon inkább az L! No hát akkor, vedd fel, fiam, no hát akkor, menjünk a boszorkány laborba, és találjunk ki valamit, mielőtt jön a Rohanjunk! Vannak dolgok, amiben kérlelhetetlen vagyok. Ilyenek például az ingatlan ügyek. Értem, ez alatt a fele királyságomat. Nem vagyok hajlandó holmi 50 figurára ráiratni az ország felé, csak azért, mert hogy feleségül vette az én kislányomat. Na, nem, vett tudomásul. Ha? Ne is próbálj rá beszélni. Felséges apám, szó sincs rábeszélésről, ugyanis eszem ágában sincs férhez menni. Kele kótya! Gyerel az ördög, kele kótya! Nem a te ötleted volt, hogy ilyet én volt provokáljam a lányomat? Közlöm veled, hogy nem jött a számításod. Ó, gomám, ha nem próbálkozol, markolod a semmit. Néha még egy halvány remény is megérhet ennyit. Boki, kis mátyás madaram. Hát délután én szerettem volna bejelenteni a királyi menyegzőt, hát most álljak elettől a tervtől. Felséges apám, jobban teszed, ha elállsz tőle, ugyanis ahhoz egy vőlegény is kell. Méghozzá olyan, aki méltó az én kisasszonyom kezére. A varázsok elkészülhettek már azzal a varázsszerrel? Mi a véleménye? Ezt én nem tudom. Na de hogy is tudnám? Különben is tisztítóban van a szörmebundám. Igen? Hát és hát most hogy jön ide? Nem. Hát nem tudom, csak a rinkedvéért mondtam. Különben is, ha nagyon érdekli, akkor kérdezze meg a meseíróját. Meseíróját? Jó van, ne tapd fel a vizet, várjon, itt a menjél, igen? Hozzad nekem ide ezt a két mi használt. Igen. Na, most, hogy ettünk, ittunk, hozzákezdhetünk az érdemi munkához. Hát, meg kell szerveznünk a haditerveket. De hogyan? Hát ez az. Nézd csak. Ki jön? Ki lehet ez a moskora? Nem tudom, fontos személy lehet. Látszik a járásán. Most az egyszer! Szó se lehet róla, paritja lányom! Megmondtam, amit megmondtam! Vezénylő tábornokok! Legalább egy puskát! Egy olyan ehőltöltőse! Milyen fegyver hordozol, akinek nincs mit hordoznia? Még mit nem? Véletlenül első, aztán már is itt a baj. Na, harcolj csak te a szófegyverével!
de én nem szóviből vagyok, hanem fegyverhordozó. Könyörgöm, hadd legyen egy parittyám, már csak a nevem miatt is. Vagy egy csúzli. De ha nincs más, akkor jó lesz ez a bőrönd is. Ja, ha csoda, mert ne töröm. Eredj, hozz nekem egy málnafagylaltot, egy gombóc kiwi, egy gombóc pisztácia és egy gombóc stracciatella. Meg egy gombóc málna. Miféle málna? Ki nem állhatom a málnát? Na, eredj, lódulj! Látom, te ide valóki vagy, szerintem. Ha te nem vagy ide valósi, honnan tudod, hogy én ide valósi vagyok? Itt mindenki ide valósi, ha csak nem, nem ide valósi. De aztán pörgeted a nyelvedet, galambom. Hogy hívnak? Úgy hívnak, hogy gyere ide, te lány! Mi a becsületes neved? Mert van fent szerinted becstelen nevem is? Lefegykeledtem a keresztségben, ha éppen tudni akarod. No, lefegyke, szeretnék én tőled kérdezni valamit. Csak szeretnél? Vagy kérdeznél is. Mert hogyha csak szeretnél, akkor nem kérdeznél. Ha nem szeretnél, akkor pedig tényleg kérdeznél. Jó, elég, inkább kérdezek. Ki az a tekintélyes hölgy azzal a méretes bőrönddel? Az ott hadélgenerális. A boldog békei haderő főparancsnoka. Mehetek már? Csak még azt árulj el, hogy mi az, amit szorítasz. Azt senki sem tudja, titok. De soha meg nem válik tőle, azt tanúsíthatom. Hát köszönjük szépen, Lefegyke. Nincs mit. És ha nincs mit, akkor miért állítottatok meg? És hogyha megállítottatok, akkor miért kérdeztetek? És hogy á, nincs nekem erre időm. Na mindegy, most szeljön túldori fajtás. Vedd ki, hogy mi van abban a bőrönben. A Dudori beveti férfiúi bajait. Nincs ez a fehér személy. Ilyen neki ellenállni tudna. Ha mégis, ott évettem. Ó, te szépséges hajadon! Felbukik a hold sugár a hajadon! Oly szarka egyenesen állsz itt, mint zordon fenyők a havas tájon! Otthogy innen! Mit akarsz? Laj a hangot, mint csüngelő harangjáték! Látszik, hogy légies alapot uralja a környezetet. Ahova lépsz, lehajtják fejüket a pillangók. Lehet a napra lehet nézni, ahogy mondják, de a te fényedet irigyen bámulják a csillagok. Ha ne, azt azért mégse. Mégis? Hogy hívnak, város hölgy? Jézusom! Hadél vagyok! Főállásban generális. Ha odél! Látszik, hogy de szinte magam előtt látom, hogy veled teljesedik ki a hadél. Áldogálnék még szépséged előtt. Engedd, hogy bennem találjam meg gyermeki ártatlanságom bimbózó rózsacsokra. Hát, ami a gyermeki ártatlanságot illeti, nem mondom, hogy benne valami. Az előtt ugyanis Bogi király kisasszony dajkája voltam. Sajnos, amikor észrevették, hogy a 4 éves gyermeket tanítgatom lóhátról hátrafelé nyilazni, levettek az ügyről. Körülnéztek, hol van üresedés. Kivettem a haderő főparancsnoka. Kényelmes hálás nem mondom. Hosszan sorolhatnám a hadi sikereimet. És miért nem teszem? Mert nincsenek. A békeföldjén emberemlékezet óta nem volt háború. Most igaz, akadna egy harcondia ellen egy lehetőség. De a király olyan pipagya, vagyis pipagya a király. Akarom mondani, pipagya király még nem adta ki a parancsot a támadásra. Pedig aki adná, lenne az elhadd. A megbocsást, tökéletesség, meg testesítő, te férfi lelkek, hóhéra! Mi van abban a bőrönben? Hadititok, be is kérdezd. Ha elmondanám, meg kellene, hogy öljelek.
Ó, én szívesen áldoznám életemet, érted? Mint szívemnek uralkodója. Tiporja testemen, légy életem fonalának nyisatolója. Mindent elviselek, ha tőled kapom. Még nem látta soha senki. Megtisztelsz, Helma? Ebben van Harclandia fővárosa Csatagrád elfoglalásának terve. Na? Mutasd meg nekem. Mit szólsz? De hiszen ez egy lakás, krumpli. Krumpli? Krumpli. Na, most figyelj. Ez itt Harclandia. Ezek pedig mi vagyunk. Na, mit szólsz? Fenomenális, kolosszális. Ezek már. Még nincs vége. A győztes csata után újra hasznosítjuk a haditeret. Csoda! A mieinket olajban kisütjük, hasad burgonyának. És a Harclandia? Harclandia? Velünk fasiktot csinálunk! Mi az dugani szolgál? Mit tudtál meg? Nincs semmi félni velünk, gazdám. Hát ezek egy rakás krumplival akarnak minket leligázni. Burgonya volt abban a bőrönben, akár mehetünk is haza, nincs itt semmi keresztülő. Azért ne siess úgy, ide beszéltük meg a találkozót azzal a gyönyörű fehér személlyel, aki elrabolta a szívemet. Na meg az a bolond is itt ígért nekünk találkozót. Ez a másik lány. Igen, most nem volna jó zavarni. Gyerünk, ekkora majd arról mesél pázak, hogy a hóhér nyakatokra csapott a bárdal. Ha kíváncsi vagy a véleményem, de nekem nem olyan sürgős a dolog, nem így szeretnék fennmaradni az utókolnak. Felség, ez itt kotyvalékmester, te égben, nekedben. Lefejezzük most, vagy várjuk, míg magától kiszenved. Ez itt pedig Csiribá, ennek méltó párja. Úgy látom a fejvesztését. Szívdobogva várja. Na, ne siessd el a dolgot, kellek oda. Hát, ha kitaláltak mégiscsak valamit. Na, mit hoztatok? Uram, királyom! Egy csoda parfüm megteszi hatását. A bogirányod beleszagol, mentem beleszeret a legelső férfiba, akit meglát. Mi van? Nem tud beszélni rendesen? Mi az, hogy beleszeled a legelső félhiba? Átmeneszi beszélhiba, felség. Ez a korral jár. Ez bizonyos kor után, de minek is magyarázom? Ne is magyarázzad. Bogi lányom, Bogi, gyere. Gyere, kislányom, szagolj csak bele ebbe a félhába. Na, lássuk, te mit hoztál? Uram, királyom, ez a kenőt, az én találmányom, már védelmi alapon ott van a listán a királyi találmányi hivatalban. Ha ezzel bekeni Bogi király kisasszony a kegyelmes kacsóját, beleszeret az első férfibe, akire a pillantását veti. Tényleg? Egyebetben meg átverés az egész! Nem jó ez semmire, mert tulajdonképpen ezt elhullajtott patkányszőrből, levetett kígyóbőrből, denevérfülből és pipaszutyokból gyúrtam össze! Az egész csak arra jó! Hogy Bogi király kisasszony feje 2 perc alatt olyan sima legyen, mint a billiárd golyó. Egyebekbe jó szívvel ajánlhatom szeretett királyné bábája ellen. Azt akarja, hogy egész életét barna medvék és húsevő baktériumok között éljen el?
Ez tündél, felség? Ez tündél? Hát lúd banya ez, lúd banya! Hát fejeztessel azon nyomban, hogy... Mi megegyezünk itt döntetlenben? De, soha nem egyezünk itt döntetlenben! Mit gondolsz? Felség, hát mi hallgatom? Na megálltsuk, megálltsuk te, lúd banya! Majd megálltsuk, megálltsuk! Na, de tippelj rá, mondom, tippelj, tippelj, tippelj azonnal! Rohanjál, rohanj! Na nézd csak, de kicsinosítottam magad, virágszálam. Hát mégis eljöttél, meg se vártad a délután? A nővéremmel éppen erre sétáltunk. Ez az asszonyom ruhája, csak néha megsétáltatom, hogy milyen lehet gazdagnak lenni. Hát a gazdagság jó dolog, de nem vehetsz meg minden pénzért. Ott van például a boldogság, azért neked kell megküzdened. Na nézd már, milyen kis bölcs ez a szérű, Jankó! Mondd csak, Jankó, hogyha te gazdag lennél, oda tudnád adni ezt a gazdagságot egy lány szerelméért? Nem gondolkodnék én egy percig sem, hiszen a boldogság az egy olyan dolog, amit nem lehet megvenni sem drága kölyök, sem aranyért. Gyere, Jankó, sétáljunk egyet, olyan jó veled beszélgetni. Te hogy vagy ez? Belőlem lehetünk. Na, én sétálok egyet, mert elzsibbott a csülköm. Magamat a meséből vagy szabadságra küldöm. Pardon, pardon és bocsánat, figyelmetlen voltam. De mégsem olyan nagy hiba, mint magam látni voltam. Ti csak! Ezek itt összejöttek volna? Úgy tesznek, mintha ez a mese csak róluk szólna? Kedves jó bolondom, de jó, hogy így összefutottunk. Bolond, bolond. Azt akartam csak mondani, hogy már nem akarok megismerkedni a király lányával. Köszönöm szépen. Bolond. Egy percig se kívánom, hogy kínálgass mézzel. Bolond vagyok. De az fáj, hogy hülyének is nézel. Hát, bocsáss, de értem a felháborodásra. Hát akkor elmondok Rózával is, hogy jobban megértsed. Akivel már nem akarsz megismerkedni, az a már régen megismerkedtél. Itt áll melletted, ő Bogi király kisasszony. Ó, te kerek kócsa, mindent elrontasz! Ugye már nem is szeret? Én ezt most itt nem értem. Tudtam, hogy ez lesz, pedig jól is végződhetett volna! Na, ez a nagy jövésmenés? Nincs jó kedvem, ezt kijelenthetem. Küszöbön harclán boldog béke háború. Belevágjunk, vagy ne vágjunk bele? Már véresen nyomja ez a probléma a vállalat. Na, mi történt most? Ja, főgenerálisom. Hogy áll most a harci helyzetünk? Felséges királyom, csak a te parancsodra várunk. Igen? Mivel kötököt titoktartás, csak annyit mondhatok, hogy lesz meglepetés. Na jó, de konkrétan van, nem lehetne? Királyom, a meglepetés, mint harcászat elméleti tényező, kiemelt helyet foglal el a fegyvertáramban. A felséges király a boldog béke népének. Nem lesz szükség háborúra. Ne tovább, felség! Ki vagy te szimpatikus fiatalember? Harclandia királyának, a nagy Bumford Leopoldnak trónörökös. Jaj! Elfogni! Megkötözni! Lenyakazni! Kit kell elfogni? Kit kell lenyakazni? Jaj, ne! Én is azt mondtam, csak jaj nélkül. Őszinte vallomással tartozom nektek. Azért jöttünk, hogy kifürkészük a haditerveteket, és leigázzuk az országot. De közben rájöttünk, hogy boldog béke nevéhez méltóan boldog és békés ország. Minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a háborút megakadályozom. Elviszem hírét néped békés szándékának. Felejtje meg azt a képmutató hitszegő, remes, retrográd, exhibicionista, nihilista, populista képedet! Hát most nem az a helyzet, drágaságom! De ugye visszajössz még, mit érsz király? Visszajövök, te érted, egészen biztosan visszajövök. Remélhetjük, kérdezem én kételkedő lévén, ha visszajössz, ugye nem serege idén én. Békés szándékkal és baráti jó botonokkal. Jaj, hát akkor itt most minden jóra fordul. Euréka! Hát akkor szerint! Felség! Igen, ugye akkor
innentől kezdve ez zárt körű rendezvény. Biztos, mondhatom, hogy igen? Hát akkor itt az ideje, hogy elköszönjünk kedves meghívott vendégeinktől. Álca, pálca, varázspálca, kell-e miniszteri tárca? Merevedjék ki a kép! Itt ma véget ért utatok. Az szóljon, akire mutatok! Harclandia boldog béke, e két szomszéd királyság, nincs határa, és törzsvendég a jókedv és vidámság. Meg nem támadási szerződés kötöttünk, ez nem léfa. Galap került zászlóimba ez a közös embléma. Úgy élünk mi egymás mellett, mint baráti családok. Nem rontja örömünket semmiféle galád ok. Hazán tartunk békét kötött. A titkának az a nyitja, hogy a fegyvertában nem maradt más fegyver, csak egy farítja. Vígan vagyunk, kedélyünkre nem ülepszik rá a bú. Szótárunkból mindörökre száműzve a háború. Száműzve a háború. Kedves nézők, figyeljetek! Talán mindenkit érdekel, hogy a két királyi gyermek az esküvőig ment el. Szerzünk majd megírja egyszer, milyen a csöndélet, a királyi pári rendszer. De ez egy másik történet. Készül már az újabb mese, ez a hírem nem hamis. Meghívott időben küldünk, jöjjetek el arra is! Jöjjetek el arra is! Simuljunk ki, kedved ránca, himbi-limbi, puty, tapshoz!